Na most, Michelle, én téged ki foglak borítani, illetve pontosan tudom, hogy ha azt mondják neked, hogy Evans, akkor azt nem szereted. Így van. Na miért nem szereted? Hát, mert én Evans-mésel vagyok, és nagyon sokszor sose tudják rendesen kimondani a nevemet, és már hellótól van tőle. Édesapád után? Igen. Akkor apuka angol, brit állampolgár? Igen. Rád nézek, és akkor azt mondom, hogy nagyon szép a hajad. És te erre mit mondasz? Ugye a gyermekrágtól van. Tehát akkor ez nem az igazi hajad? Nem. Mert az igazi hajad milyen? Most éppenséggel ilyen. Most éppenséggel ilyen. Szia, Michelle! Azért kerestelek, mert kész van a parókád, és szeretném tudni, hogy mikor tudsz érte jönni. Jól van, köszi, szia! Szóval akkor Bea, ez nálatok így működik, igen, hogy egyszer csak elkészül a haj, és ahogy látom, azt gondolom, hogy ezekből, mert itt töménytelen mennyiségű haj van, ezeket te honnan kapod? Én a Gyermekrák Alapítványtól kapom, ő náluk van begyűjtés, illetve egy pár embernek mi vágjuk, de az esetek 90%-ában azért hozzájuk érkezik, ezt mi elszállítjuk onnan, osztályozzuk, és akkor itt pedig már a végtermék, amit fel lehet használni a paróka készítéshez. A 2013-ban jött a gondolat, hogy hogyan tudnánk egy alapítványhoz csatlakozni a szolgáltatásunkkal. Ekkor kerestük fel a Gyermekrák Alapítványt, és egy közös együttműködést ajánlottunk fel. Ennek a neve a Neked egy Tincs, Neki Nagy Kincs elnevezésű program. A Tincse-sziget gyermekélményfodrászat szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy más országokhoz hasonlóan Magyarországon is elindulhasson egy szervezett keretek között zajló hajadományozási rendszer. Ennek az a célja, hogy a kemoterápián átesett gyerekek kezelésétől, akik ugye időlegesen a hajukat elvesztették, élőhajból készült parókához juthassanak. Mi azt vállaltuk, hogy minden gyermeknek a haját térítésmentesen levágjuk, akiknek a haja a minimum 30-35 cm hosszúságot eléri, illetve akik a paróka készítésre ajánlják fel a hajukat. A levágott hajakat eljuttatjuk a Gyermekrák Alapítványnak, akik ebből a hajból parókát készítenek. Ide jön hozzád a gyerek, akinek szüksége van parókára, és te megmutatod neki, hogy most van barna, szőke, vörös, mit választasz, vagy pedig hogyan? Kitalálják, hogy ők milyen színt szeretnének. Tehát az esetek többségében ugye mindenki olyat, amilyen volt eredetileg, vagy éppen világosabbat, sötétebbet. Tehát volt olyan kislány, aki szőke volt, de hát ő most kivetesen barnát akar. Akkor kitaláljuk azt, hogy ebből melyik szín az, ami neki megfelelő árnyalat, melyik, ami bekeverhető. Mondjuk ennél látszik, ennél a félkész parókánál, ez egy valódi hajas paróka. Éppen azért jó beteg gyerekeknek ebből gyártani, mert semmilyen allergiás reakciót nem tud kiváltani. Ez három színből van összerakva ez a paróka, de így, amikor készen van, tehát ezt te nem látod, hogy ebbe három szín van. És akkor ezt a szép parókát az alapítványtól kaptad, a Gyermekrák Alapítványtól. Van egy másik is, mondtad. Igen, egy vörös. Én mind a kettőt szeretem, de most nálam inkább ezt hordom. Az elmúlt évek alatt több száz kislány haját vágtuk le, és nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen csatlakoznak ehhez a felajánlásunkhoz, nem csak Magyarországról, hanem külföldről is. Például Ingrid haját már másodszorra vágjuk le, ő 2 évvel ezelőtt már felajánlotta a haját, akkor 4 éves volt, most 6 évesen ismét megnőtt, és eljöttek hozzánk egy ismételt hajadományozásra. Ezek az édes kis tündéri kopasz gyerekek, akik ide jönnek hozzád, milyen lélekkel, vagy milyen érzelemmel teszik ezeket a hajakat a fejükre? Az elején még, mikor jönnek megrendelni, volt olyan kislány, aki zokogott.
mert hogy Jajó elvesztette a haját, ő például nem is a gyermekrák alapítványt találta meg, hanem engem, és akkor ugye én mondtam akkor utána, hogy na már pedig kedves szülők, akkor oda, de én levettem egyből a méretet, hogy akkor csináljuk, mert hogy senkinek nem mondanak nemet. Tehát bármelyik szülő oda megy azonnali hatállyal, ők a parókát kifizetik. Nagyon sokan nem tudnak hozzánk eljönni, az ő hajukat akkor postán kapjuk meg, akár nekünk, akár a gyermekrák alapítványnak a címére is el lehet postázni. Azért ezek értékes parókák, tehát azért ezt tudni kell, hogy egy valódi hajas paróka 130 ezer forinttól kezdődik. És ez hosszú életű lehet akkor, ha odafigyelnek a kezelésre. Tehát most ez viszont a szülő felelőssége, mert ezt teljesen másképp kell mosni, ezt kifeszített állapotba kell mosni, és hát bizony én ezen a téren nagyon kemény vagyok a szülőkkel, mert addig nem engedem el, ameddig nem tudja kitűzni ugye parókát, ahogy annak lennie kell. Most jön egy 17-18 éves gyerek, azzal nincsen gond, mert annak meg tudom mutatni, és az együtt, mint ugye a Michel is már nagylány, ugye ő neki már ez menni fog, hogyha odafigyel, de sajnos vannak 5-6 éves kislányok is, akikre, sőt a legfiatalabb 4 éves volt, tehát rá nem lehet azt mondani, hogy most akkor te csináld, hanem már pedig a kemény, szegény szülő van az, akit most idájítok a pult mellé, és dolgoznia kell. Nagyon örül mindenkit. Felnőtt gyerek ezzel úgy érzik, hogy a lelkük valamilyen szinten helyre van billentve. Ők, hogyha ez a része megoldódik, hihetetlenül rendbe lehet őket rakni lelkileg. Ugye 2008-ban operáltak. Igen. És azóta nem nőtt ki erősebben? Vagy? Többször levágtuk. Hogy erősödjön. Körülbelül egységesen nőjön, meg erősödjön. Ugye agydaganatod volt, tizenhány évesen? 10,5 évesen. 10,5 évesen, és meg is operáltak. Igen, aztán az operáció után a nem várt időben, pont egy nappal később lett egy agyhártyúzulásom, amiben lebénult az egyik oldalam, a jobb oldalam bénult le, és én akkor jobbkezes voltam, úgyhogy át kellett szoknom a bal oldalra, és újra kellett tanulnom, járnom, beszélnem szinte mindent. Gratulálok, mert azért ez nem lehetett egy könnyű dolog. Hát nem. Mennyi ideig kínlódtál vele? Körülbelül 2 évig. Fantasztikus ez a lány. Gratulálok hozzá. Látszik, hogy ő nagyon vissza akar kerülni, és ő nagyon vissza akar jönni az egészségesek közé. Ez valami genetika, vagy pedig a mamának van benne szerepe? Eszméletlen küzdő szellemmel bír. Nem tudom időnként honnan szedi, szerintem egymást tudjuk így táplálni, hogy amikor ő van padlón, akkor én tudok neki megfelelő sugallatokat, motivációt, energiát adni, és amikor meg én kerülök padlóra, akkor, hát akkor meg elég ránézni, hogy ha ő kibírja, akkor én nem nyököghetek. Tehát fölállni, menni tovább csinálni. Megmondtam anyukámnak, hogy mama, én tavaszra meggyógyulok, és ami lehetett, hogy a sejtek, azok jöttek vissza, a hajam elkezdett nőni, és hát ami a nőnek legelőször elmegy, és legutoljára visszajön, az is megjött, és az orvosok azt mondták, hogy édesanyja, nem? Folytatni kell a kezelést, ha nem folytatom, gyámság alá helyeznek. Úgyhogy onnantól csak roncsoltak. Mennyi ideig kezeltek még utána? Miután te szeretted volna abba hagyni? Hát még körülbelül egy évig. Egy és évig. Utána köteleztek transzplantációra. És voltál transzplantáción is? Igen. Abba, hogy tovább kemoztak, tovább sugaraztak,
nem túl kezeltek. Igen, azt mondod? Igen. Nem azt mondom, az orvosok azt mondják. Na de bocsáss meg, ha az orvos mondja, akkor miért csinálta? Tehát így most nem az az orvos mondja, aki csinálta. Ja, hogy egy másik orvos mondja. Hanem az MR orvos mondta. Hogy túlkezeltek? Igen. Kemóval is. Több részt roncsoltak. Sugárral pedig több idegemet megégették, szétégették. Kiderült egy pár éve egy pupillatágításnál, hogy nem csak a szemlencsém teteje égett meg, hanem a látóidegemet égették. Miután túl sok sugárkezelést meg kemót kapott, azt mondta, hogy túlkezelték. Igen, ez így van. A számfogalma elment neki. Tehát ő 3 éves korában hozzárendeléseket csinált, és 5 éves korában 10-es számkörben teljesen jól mozgott, tehát mielőtt suliba került, és most egyszerűen ez zéró. Úgyhogy matekból teljesen fel is mentették, mert értelmetlen lenne ott ülni a matek órán. Mi volt a legszörnyűbb, Michel, ebbe az egészbe? A leges legszörnyűbb. Hát lelkileg az, hogy hát hiányzott minden, amit tudtam csinálni. Hiányoztak a barátok. Nem nagyon látogattak, vagy nem nagyon törődtek veled? Meg hogy édesapám nem nagyon lehetett jelen, mivel ő Amerikában él, sportújságíró. Az apukád meglátogatott egyáltalán? Igen, meglátogatott, csak nem mindig tudott. Pont akkor, amikor szükség volt rá, igen, meg nem tudott sok ideig maradni. És fizikailag mi volt a legszörnyűbb? Hát több dolog, például az, hogy amikor nem tudtam lábra állni. Aki megjárja a poklok poklát. Pokol volt? Igen. Hát elég, nagyon. De ahogy kimondod egy kicsit, hogy ürül a fájdalom. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat számít, hogy Michel nyíltan tud arról beszélni, hogy ő milyen beteg volt. Ezzel egyrészt azoknak, akik most vannak bent ebben a küzdelemben, tud segíteni, hogy azért ki lehet jönni belőle. Másrészt, hogy eloszlatja ezeket a félelmeket, hogy a rákot el lehet kapni a másiktól. Volt olyan, hogy úgy kerültek minket, mintha leprásak lennénk, pedig hát nem mi voltunk fertőzőek, hanem ő halhatott volna bele egy banális megfázásba. És arról, hogy milyen tünetek vannak, hogy lehet hamarabb észrevenni, hogy a lelki egészség mennyit számít, és ő ezzel úgy gondolom, hogy nagyon sokat segít. Mutattál ám egy vitrint, amikor bejöttünk, ami tele van mindenféle érmekkel, többek között aranyéremmel is, mert hogy te voltál az Onko olimpián, ugye? Na, milyen eredménnyel? Hát voltam 3. helyezett, voltam 2. helyezett, és voltam hol? Első helyezett. Hol? Nézzük az országokat. Varsóban. Egyébként ugye ezt is a Gyermekrák Alapítványnak köszönheted, igen, hogy kint voltál az olimpián. Úszol. Igen, paraúszó vagyok. Melyik úszás a kedvenced, és melyikben nyertél? Hát... Hát? Nem hát? De hátba is hát? Nyertem, gyorsba is, mellbe is. Ez melyik olimpián volt? Ez a 2004-es, 2014-es, vannak az aranyérmesek, úgyhogy egy kicsit többen mondjuk. Ez egy 3 napos verseny volt, szombaton 11-szer szólt a magyar himnusz. Na! Csak azt hallottam,
Én la fenomenál, Michel Cusina Evans! Ennyit értetnek vele. Sosem elejtem. Boldog voltál nagyon. Igen, egyáltalán csak ezt értettem az egészben. Ez volt Michel története, de hát Balogh Istvánnak megvan a saját története. Méghozzá egészen pontosan Roland története, ami a számodra ugye a motivációt jelentette, hogy a gyermekrák alapítványt létrehozd. Ez így igaz. 1996. április 29-én egy borzasztó diagnózist tudattak velünk. A velünk az a feleségem és én, hisz akkor Roland még csak 3,5 éves. Ő nem tudott semmiről semmit. A diagnózis az non-Hodgkin limfóma, vagyis nyirokcsomórák. Le se tudtam írni a non-Hodgkin limfómát, nem hogy tudtam volna valamit erről a betegségről. Pontosan azt éreztük, hogy egy olyan betegséggel nézünk szembe, amelyik esetleg a fiunk halálát jelentheti. Az orvos azt mondta, hogy itt kell maradjon, bent kell maradjon a kórházba, és innen kezdődött a pokoljárás. Rolandnak szörnyű körülményekkel kellett találkozzon. Akkor, amikor én láttam azt a teljesen felesleges haláleseteket a kórházba, amikor mi szülők zokogva feküdtünk esetleg az alvó gyermek mellett, vagy más szülők, a másik gyermek, hogy aludni tudjon, bement aludni, megágyazva egy fürdőszobába, kádba, akkor azt mondtam, hogy ezt így nem lehet csinálni. Ezt nem lehet, hogy indokolatlanul ilyen körülmények legyenek egy kórházi osztályon. És akkor én elmentem a klinika igazgatójához, és azt mondtam neki, hogy professzor úr, én nagyon szívesen a hozzám közel álló barátaimon keresztül lehetőséget látok arra, hogy segítsek. Esetlegesen létrehozhatunk egy alapítványt, és mi segítjük a klinika osztályát. Erre az volt a válasz, minek nekünk az ön segítsége? Van itt nálunk alapítvány, meg tudjuk oldani. De mondom, hát szörnyűek a körülmények. Ilyenek, mondta az orvos professzor. De ugyanebben az időben kezembe vettem egy amerikai újságot, ami egy szakirodalma, a New England Journalt, és végigolvastam. Abban 4 orvos professzor nyilatkozik, és 96% a rákos betegeknek a non-Hodgkin limfómából való gyógyulása. Megkérdeztem itt a klinikán, ahol kezelték Rolandot, hogy Rolandnak mennyi esélye van, és nekem azt mondták, hogy 40%-a. És ezek az anomáliák késztettek téged arra, hogy a gyermekrák alapítványt létrehozd? Tehát azt mondtam, hogy akkor felveszem a harcot a rákkal szembe, felveszem a harcot a más beteg gyermekekért, és küzdöttem, harcoltam, és az amerikai orvosprofesszoroknak a szakvéleményét itt Magyarországon a nálam lévő mobiltelefonról, mert az osztályról még 1996-ban vidéket sem lehetett hívni, nemhogy az Egyesült Államokat egy konzíliumra, és az én telefonomról történtek meg a konzíliumok azért, hogy megmentsük Rolandot, és 9 hónap után óriási meglepetésükre az orvosoknak gyógyultál lett nyilvánítva, természetesen tünetmentesen gyógyultál, mert a betegség gyógyulásához 5 év kell mind a mai napig, hogy kimondják, hogy a gyermek gyógyult. Mikor azt kérdeztem, hogy mit kaptál az alapítványtól, akkor azt mondtad, hogy sokat. A parókát már mondtad. Igen. Az olimpiát mondtad. Igen. Volt egy gyógyszer, nagyon sokba került. És azt mondta a kórház, hogy nem finanszírozza be, de hajlandó beadni. És ebben a gyermekrák alapítvány segített. 8 palackot ők tudtak befinanszírozni. Jót tett? Jót tett. Volt egy életmentő infúzió, ugyanis olyan szinten túlsugarazták, hogy a gyereknek majdnem láttak az élet funkcióit. Tehát ő 6 héten keresztül csak és kizárólag hányt, és 18 kilót fogyott. És nem vették észre, hogy hoppá, valami baj van. És amikor először kapott ilyen infúziót, akkor az pótolt vissza olyan anyagokat, amit így a sugár az kiirtott a szervezetéből, és az volt az első hétvégénk, amikor enni tudott 6 hét után.
megkérdeztem ugye Michelle-től, hogy a gyerekrák alapítványnak mit köszönhet, egy csomó mindent elmondott, de azt mondja, hogy valami számla, meg valami pénz, meg táplálék kiegészítők, hogy azt majd anya tudja. Mi bekerültünk a gyermekrák rendszerébe, ott elég volt regisztrálni, tehát nem kértek túl sok mindent, ott volt a gyerek lelete, hogy rákos és készen nyelég volt, és azóta folyamatosan támogatnak minket egyrészt egy havi fix összeggel, másrészt nagyon sok táplálékkiegészítőt biztosítanak, amiből még válogatni is lehet úgy, hogy a gyereknek a legjobbat. Tehát többfajta készítményt is kap, nem egyfélét, és időnként lehet váltani, ugye, mert és ezt minden hónapban kapja. Ezt tehát igen, ez egy minden rendszeres ez juttatás. Abszolút rendszeres, és ezen felül még volt olyan, mivel Michelle mellett ott kellett napi 24 órában lennem, úgyhogy az összes állásomat kapásból föladni meg minden, hogy volt, hogy nem tudtuk a számlákat kifizetni. És akkor kérelem, mert fordultam a gyermekrákhoz, hogy legyenek szívesek segíteni, és az elmaradásban, igen. A gyermekrák alapítványhoz a 20 év alatt számtalan kérés érkezett. Az első és legfontosabb, hogy mi csak azokon tudunk segíteni, aki nálunk regisztrálva van. Minden olyan kérést teljesítettünk, ami indokolt volt. Nem véletlen az, hogy az a támogatás, amit a Gyermekrák Alapítvány adott a kórházaknak, a betegeknek, a civil szervezeteknek és az orvosoknak, egyedülálló nagyságrend Magyarországon. Egyetlen egy civil szervezet nem tudta azt megcsinálni, hogy közel 4 milliárd forint támogatást adjon betegeknek, kórházaknak, orvosoknak. Nem véletlenül öldögélünk Nagy Anikóval, a Heinpál Kórház főigazgatójával, pici gyerekeknek való székeken, hiszen az onkológiai osztály gyerekjátszószobájában beszélgetünk. Nagyon aranyos, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon a gyerekek ízlése és lelki világa szerint van berendezve, és ahogy én láttam, ugye eljöttünk itt a steril szobák mellett, hatalmas felújításon esett át ez az osztály. Mennyibe került? Először is minden civil adományból épült ezen az osztályon, és több mint 240 millió forintba került. Az osztály egy teljesen felújított, megújult osztály. A felújításnak a célja az az volt, hogy egy olyan osztályt hozzunk létre, egy olyan egyedülálló osztály Magyarországon, ahol a gyógyításnak minden technikai feltétele és minden lakhatási, kényelmi feltétele rendelkezésre áll. Bocsánat, azt akarod mondani, hogy ez Magyarország legkorszerűbb gyermekonkológiai osztálya? A feltételeit tekintve mindenképpen. Az a cél, hogy mindenhol előbb-utóbb ilyen osztály, ilyen minőségű osztály alakuljon ki Magyarországon. És a Magyar Gyerekonkológiai Hálózat méltóbb körülmények között tudjon dolgozni. Én úgy látom, hogy a többi kollega és a többi centrum is azért ebben az irányban halad, ezért mindent megtesznek, és a civil társadalom is nagyban támogatja ezt a törekvést. Ünnepélyes keretek között került átadásra a Heinpál Gyermekkórház sebészeti és traumatológiai osztálya részére több sebészeti műtőfelszerelés a Gyermekrák Alapítvány adományaként. 101 millió forintért teljesen felújítottuk mind a két gyermeksebészeti műtőt, kettő minden célnak megfelelő műtőasztalt alakítottattunk ki, és megvásároltattuk azt az altatógépet, ami egyedülálló ma az egész világon. Az alapítvány mostani ajándéka nem egyszeri segítség volt. Az elmúlt közel 20 éves működése alatt összesen 3 milliárd 600 millió forint értékben nyújtott támogatást a gyermekkori daganatos betegségek visszaszorítása érdekében. Ez az összeg a kórházaknak, a betegeknek, az orvosoknak együttesen hozta ki ezt a hatalmas összeget. Ezt az összeget úgy tudtuk előteremteni, hogy koldultunk az ESZI 1%-kal, hogy koldultunk embereknél, vállalkozóknál, nyugdíjasoknál, amit az emberek azért gyűjtenek és azért adnak össze, hogy a Gyermekrák Alapítvány eljutassa a rászorulóknak. Azt mondtad ugye, hogy 240 millióba került ennek a szupermodern osztálynak a kialakítása, és ugye ezt alapítványok, civil szervezetek adták össze.
Igen. Elsősorban a Gyerekrák Alapítvány az egyik legnagyobb támogatója az osztály kialakításának. 2008 óta több mint 208 millió forintos támogatást nyújtott, elsősorban nagyértékű műszerek formájában. És most, amivel ezt az osztályt támogatta, tartalmaz egy komoly műszertechnikát is. Azon kívül, hogy a berendezések, a hipermodern betegágyak és a bútorok nagy részét is tőlük kaptuk. Egy Citobox nevű berendezést is ők vásároltak meg. Ez miért fontos? Ez azért fontos, mert a citosztatikus infúzióknak az előállítása a világban nagyon precíz technológiai folyamat, és a gyerekeknél is ezek a mérgezőciók és infúziók, ugye ezeket össze kell keverni. Picike adagokat kell felszívni, és egyrészt ez csak akkor biztonságos, hogyha ezek az anyagok nem kerülnek ki, nem kerülnek rá a személyzetre, a környezetet nem szennyezik, másrészt pedig nagyon pontosan kell ezeket adagolni, és frissen kell előállítani. Úgyhogy most létezik egy olyan rendszerünk, ahol minden számítógép egy teljesen zárt környezetben megoldja. Magyarországon ez nem újdonság, tehát az onkológiai osztályok nagy részében már van ilyen citosztatikus rendszer, de gyerekvonalon még nem volt, nekünk sem volt ennyire modern technikai rendszerünk, és az biztos, hogy ez a rendszer, ez mikrogramra annyit szív föl, és készít elő név szerint a gyerekeknek, amennyit beprogramoztak a kollégák. A mai Heinpál kórházas osztály szakmaisága is azt gondolom, hogy kiváló, amire büszkének is kell lennünk. Sikerült elérni azt a célt, hogy a gyerekek köré építsünk mindent. Itt minden a gyerekekről szól. Hova jársz most egyébként? Már hogy hol tanulsz, azt akarom kérdezni. Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumba. És ha elvégezted, mik a terveid? Hát én tolmács szeretnék lenni. Angol, magyar, magyar-angol milyen? Angol, magyar, olasz. Aha. Szeretnék jelnyelven megtanulni, hogy lehetőséget tudjak adni azoknak, akik nem úgy tudnak kommunikálni, mint mi. És hát még lehet, hogy a német is. Kitalált egy koncertet. Na. És a Szent... Énekel is, mert ugye úszik, azt tudom, de... Igen, ő énekel, zenél, táncol, mindent csinál azzal együtt, hogy mozgássérült lett, meg mindenféle összetett bajai vannak. Ő maga összegyűjti a szereplőket is. Ezek más gyógyuló, meg gyógyult gyerekek, de művészek is jönnek, és a legnagyobb patronusunk maga a Szent István Bazilika lett, mert ott tarthatta eddig, igen, a koncertjeit, és a bazilikának a főorgonistája is minden alkalommal muzsikál. Hány ilyen koncertet tartott? Ötöt. Ez igen. És ezt hogy szervezi meg ez a lány? Ja, hát az a része rám már. Ja, hogy ezt a mama szervezi. Igen, értem. Tehát úgy van, hogy ő kitalálta, megalkotta, viszont az emberek nem az én nevemre jönnek el, hanem az ővére. Ennél többet adni, mint hogy bejönnek szomróan, fásultan, aztán jól kibőgik magukat, és akkor utána együtt énekelünk, mert most a legutolsó koncerten direkt úgy osztottunk ki papírokat, hogy közösen tudjunk énekelni is, és akkor hazamennek úgy, hogy föltöltöttek, és viszik magukkal a szeretetet, és akkor ezt tovább tudják adni, meg segíteni másoknak. Szerintem ez egy nagyszerű dolog. Most hogy vagy egyébként, már ami a betegségedet illeti? Elbocsóztunk tőle, tehát hogy igen. Most nincsen semmi bajod. Én jól érzem magam.